Tamási önkormányzata a település legkisebbjeit köszöntötte egy kis összejövetel keretében a művelődési központ aulájában. A szülők örömmel tettek eleget a meghívásnak, 2021-ben 67 kispolgárral gyarapodott a város. Ez egy régi hagyomány a városban. Hát ez a 67, ez egy átlagos szám volt, már ennél egy picit kevesebb az elmúlt 8-10 évben, és volt már több is. Mi igyekszünk megbecsülni a város legkisebb polgárait. Ők nagyon fontosak, hisz ők jelentik a jövőt. Több olyan programunk, rendezvényünk is van, így városi szinten, amely gyerekekről szól. Nem csak a gyermeknapra gondolok, hanem a mostani kispolgárköszöntőre, illetve az őszi időszakban ugyanennek a korosztálynak fákat ültetünk a város különböző pontjain. Ez is egy több mint egy évtizedre visszanyúló hagyomány a városban. Egy évben nem baj, hogyha többször is foglalkozunk, akár a legkisebbekkel is. Nyilván az őszi időszak az egy kötött dolog, hisz fát ültetni leghatékonyabban általában az októberi-novemberi időszakot jelenti, tehát abban az időszakban lehet, ezért a faültetés az erre az időszakra tehető. Itt pedig úgy alakult ki, hogy a kispolgár köszöntő, ezt pedig itt a tavaszi napon a helyi védőnők szervezésében kerül megtartásra. Egy település akkor élhető, ha abban közösség van, a közösség igényeit pedig kiszolgálják az ott található intézmények. Ezt Tamási város önkormányzata is szem előtt tartja. Ebben a városban minden olyan szolgáltatás, intézmény, megtalálható programok, ami ide vonzhatja, vagy hát itt tarthatja az itt élő családokat, gyerekes családokat. Itt most beszélhetek az intézményellátástól, a bölcsődei férőhelytől egész a középiskola végéig minden lehetőség. Én azt gondolom, hogy maga a színvonalon biztosította a városban, és Tamási egy élhető, zöld kisváros, egész évben tele jó programokkal, közöttük, ahogy említettem, gyerekprogramokkal és más rendezvényekkel is, és számos olyan szabadidő eltöltésére alkalmas helyszínnel és programmal, ami egy élhetővé teszi ezt a várost a hétköznapokban is. A rendezvény elején a település polgármestere köszöntötte a gyermekeket és szüleiket, jó szórakozást kívánva a délelőtthöz. Majd a Vürc Ádám általános iskola kórusa dalokkal lepte meg a jelenlévőket. A gyerekének mellett rövid foglalkozás is várt a családokra az esemény alkalmával, ami babának, mamának egyaránt örömöt jelentett. Megyen a medve, morog a mája, tányér a talpa, kurta a farkat, csi-csi-csi-csi-csi-csi. Valóban érdemes volt nézni az önfeled gyermekmosolyokat, a boldog szülőket az immár 15. alkalommal megtartott kispolgárköszöntőn, ahova várták az egész családot, akár a büszke nagyszülőket is. Az önkormányzat ilyenkor egy kis aprósággal lepi meg a lurkókat, ami a nyári időtöltés kelléke lehet. A védőnök örömmel vették a nyakukba a járványhelyzet után újra ezt a feladatot. Mindig akik az előző évben születettek, azokat köszöntjük, mint kispolgárokat. A járványhelyzet miatt sajnos most 2 év kimaradt, de reméljük, hogy a helyzet rendeződésével talán kismama klubot és gyerekjátszót is tudunk majd szervezni. Egyelőre ez még folyamatban van. Ezekről a tervezett foglalkozásokról, ahol egy kicsit összejöhetnek a babák, mamák, a védőnöktől érdeklődhetnek az anyukák.